május második vasárnapja, ahogy mondtam, az apák napja. A következő beszélgetés során olyan kérdéseket tisztázunk Matekovics Hajnalka, humán erőforrás osztályvezetővel, mint például az apák gyermeknevelési szabadságára vonatkozó törvény. Ennek gyakorlati megvalósulását pedig Rácz Norbert unitárius lelkésszel vitatjuk meg, akiket köszöntök is a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hajnalkától kérdezem első sorban, hogy miről szól egészen pontosan az apák gyermeknevelési szabadságára vonatkozó jogszabály? Romániai törvények alapján egy gyermek születése után, a gyermek egy éves vagy két éves koráig a szülőknek joguk van gyermeknevelési szabadságot kivenni. Ez hosszú évek óta így van, 3 éve vezették be azt a változtatást, hogy a kiválasztott gyes időszaknak legalább 1 hónapját a másik félnek kell kivennie. Azért mondom, hogy másik fél, mert a törvény egyértelműen nem írja ott, hogy az apának, de mivel általában az anyák szoktak gyesre menni, ezért a másik fél általában az apa. Tehát ezt a változtatást vezették be, hogy a gyermek 11 hónapos koráig vagy 23 hónapos koráig marad a gyesen az anya, 1 hónapot vesz ki az édesapa, jobban mondva nem kötelező az utolsó hónapot felhasználni erre. Úgy szól a törvény, hogy legalább 1 hónapot a másik fél kell kivegyen. Ez bármikor lehet a gyes időszak alatt, de általában a bürokrácia, a papírmunka miatt az utolsó hónapra halasztják ezt a lehetőséget. Tehát akkor nem kötelező, választható? Abból a szempontból kötelező, hogyha valaki nem szeretne élni vele egy családban, a másik fél nem szeretne élni az őt megillető 1 hónappal, akkor az 1 hónap elvész. Tehát nem maradhat tovább az édesanya gyesen. Kivéve abban az esetben, hogyha az édesapa nem teljesíti azokat a követelményeket, amik alapján a gyes járna a családnak. Értem. Norbert, ön mint édesapa élt, vagy él ezzel a lehetőséggel, vagy egyáltalán mit gondol erről? Hát valószínűleg élni fogunk. Most a feleségem nekem gyermeknevelési szabadságon van, 7 hónapos a legkisebb gyermekünk, és nyilvánvalóan eleget kell tenni ennek a követelménynek. Nálunk a feleségem az, aki a gyermeknevelési szabadságra ment. Igen, a 2 éves formát választottuk ennek a gyesnek. És akkor valószínűleg, tehát mi is még ugye az elején vagyunk ennek az időszaknak, de valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy elhangzott az imént is, az utolsó hónapját ennek a 2 éves időszaknak fogom én gyesen tölteni. És hogyan tekintett erre a lehetőségre? Jónak tartotta, egy úgymond ajándéknak? Hát itt két vélemény küzd bennem ezzel kapcsolatosan. Az egyik vélemény az arról szól, hogy így próbálja az állam, ez az idealista vélemény, hogy így próbálja az állam ösztönözni azt a szülőt is, aki kevesebbet van otthon és többet dolgozik, hogy több időt töltsön a gyermekével, ez az idealista. A cinikus megközelítés bennem az, hogy valószínűleg a dolgozó szülőknek, tehát annak a szülőnek, aki nem a gyermeknevelési szabadságot vállalta, a nagy része nem fogja vállalni ezt a plusz hónapot, és akkor így hát az állami megtakarítás az számottevő. Úgyhogy ez a két gondolat él bennem. Nyilván én szeretném azt hinni, hogy ezzel azt próbál ösztönözni, hogy az apák, mert hát ugye az esetek túlnyomó részében nálunk még mindig az édesanyák azok, akik gyermeknevelési szabadságra mennek, az apák is aktívabban 2 éves időszak során vegyenek részt legalább e hónap által a gyermeknevelésben. Hajnalka, ön egyetért ezzel a véleménnyel, vagy ön szerint mi volt a célja ennek a jogszabálynak? Nagyon egyetértek azzal, amit Norbert mondott. A cégnél, ahol humán erőforrás menedzserként dolgozom, több eset is volt az elmúlt években, mióta ezt a törvényt bevezették, hogy férfi munkatársainknak gyermekük született. Eddig még egyikük sem élt a lehetőséggel. Jobban mondva, egyikük szeretett volna, előkészítettük a megfelelő iratokat, amire szüksége volt, és mikor be akarta adni a kérést, akkor döbbent rá, hogy milyen kevés pénzt kapna ő arra az 1 hónapra a fizetésével összehasonlítva, úgyhogy végül nem adta be a
érvényt. Tehát itt ilyen anyagi és családi érdekek is ütköznek, végül is azon dől el a vásár, hogy ki mit tart fontosabbnak? Nem, szerintem nem így kell feltenni a kérdést, mert ez tényleg ezzel nagyon sikamos területre vinne minket. Nem hiszem, hogy arról van szó, hogy ki mit tart fontosabbnak, hanem az ember valamilyen szinten a családja egzisztenciáját, életét, nyugalmát, biztonságát valamilyen szinten mérlegre kell tegye ebben a helyzetben. És akkor úgy, amint hallottuk is az imént, többször megtörténik az, hogy az ember szembesül azzal a csekély összeggel, amit így erre az egy hónapra kapna, és azzal a dokumentumhegyel, amivel jár ez az egész, ennek az egész kérdésnek a bürokratikus megválaszolása, és akkor azt mondja, hogy hát nem éri meg. Amúgy szerintem az egészséges családi állapot az arról szól, hogy a szülőnek függetlenül attól, hogy dolgozik, vagy sem, meg kell találja azt az alkalmat, amikor a gyermekével, gyermekeivel legyen. Tehát amikor a család együtt van, függetlenül attól, hogy dolgozik, vagy szabadságon van, vagy bármit tesz. Ugye itt most főként erről az egy hónapos időszakról beszéltünk, most beszéljünk egy kicsit erről az egy vagy két éves gyersről, tehát amikor a teljes időszakot az apa vállalja fel, találkoztak-e ilyennel, akár a cégnél, barátoknál, gyülekezetben? A cégnél nem. Ismerőseim körében van, előfordult, hogy az édesapa vette ki a szabadságot. Elsősorban olyan helyzeteket ismerek én, amikor az anyukának amúgy is flexibilisebb munkahelye vagy programja volt, tehát ő azzal együtt, hogy nem ő volt hivatalosan, gyesen viszonylag sok időt tudott otthon tölteni ő is a gyermekkel, a családdal. Én is ilyen jellegű helyzeteket ismerek elsősorban, tehát azokban a helyzetekben a baráti ismerősi körömből, gyülekezetből olyan helyzeteket tudnék felsorolni, amikor az édesapák mentek gyermeknevelési szabadságra, ahol vagy az egyiknek, vagy mind a két szülőnek a munkaideje az egy rugalmas munkaidő volt, és akkor hát végül is gyermeknevelési szabadságon volt az apuka, de attól ő még a munkahelyét, a feladatát, ha nem is egy munkahely környék, tehát egy munkahely keretén belül, de a feladatát elvégezte. Ugye az Élet vagy Családsegítő Egyesületnél néhány évvel ezelőtt alakult egy apaklub. Ez milyen sikerrel volt akkor? Éle még a mai napig ez a klub, aktívak-e a tagok, vagy egyáltalán mi volt a cél azzal? Ezt azt sem mondom én. Tehát az apaklub az valóban azért nevettünk, mert az apaklub az nagyon népszerű volt, legalábbis ilyen a sajtó visszhangja nagyon nagy volt, meglepően nagy volt az apaklubnak, amit szerveztünk. Sajnos azzal kellett szembesülnünk, hogy az édesapáknak a vállaló kedve, a bevállaló kedve ilyen szinten az nem érte fel a sajtó visszhangját ennek a kérdésnek, hogy így kell fogalmazzak. Úgy döntöttünk, hogy egy kicsit pihentetjük ezt a gondolatot, és talán egy újabb formában hamarosan újra jelentkezik az apaklub. Most pihen. Mi volt az addigi formája, tehát miben merült ki mondjuk a tevékenysége az apaklubnak? Vagy az elképzelés mi volt, akkor így kérdezem, az idealizált elképzelés egy apaklubról? Az apaklubnak az volt a szerepe, hogy az édesapák egymás között a sajátos édesapai helyzeteket beszéljük meg, beszéljünk egy kicsit apákként gyermeknevelésről, családról, mit jelent apának lenni, mit jelent férfinek lenni a 21. században, családban élni. Azért, mert azt látjuk, és én állítom, hogy ez így is van, hogy egyrészt nincs fórum ezeket a kérdéseket megbeszélni, másrészt pedig szüksége van az apának is, hogy így a közösség által valamilyen szinten megerősödjön ezekben a szerepekben, ebben a helyzetben, amelyben van. Míg az édesanyák nagyon jól és nagyon ügyesen szervezik a különböző tevékenységeket, ahol találkoznak, megosztják egymással a gondokat, problémákat, ötleteket tudnak egymás példából szerezni, az édesapáknak tehát nem volt ilyenfajta fórumjuk. Éppen ezért gondoltuk, hogy az apaklub majd pótolja ezt a hiányt. Meg kell találjuk a hangot. Akkor most a beszélgetés konklúziójaként megkérdezném önöktől, hogy megoldásnak tartják-e ezt a mostani jogszabályt az esetlegesen felmerülő problémákra? Tehát jól van ez így? Szerintem így ebben a formában, ahogy most a törvényben szerepel és ahogy alkalmazzák, nem megfelelő, de úgy gondolom, hogy egy első lépésként, hogy közelítsünk
nyugatabbi országok hasonló jogszabályaihoz talán megteszi, mindenképpen fejleszteni kell még rajta szerintem. Norbert, egyetlen? Egyértelműen így van. Én is úgy látom, hogy ha tehát a problémát, az alapvető problémákat nem oldja meg ez a kérdés. Láthatjuk, hogy a gyakorlat ezt igazolja, hogy végül is nagyon kevés dolgot old meg ez az ilyenfajta jogszabály, de egy kicsi apró első lépés, amit hogyha megfelelően tud talán a civil társadalom is tovább vinni, akkor haladhatunk előre. És hát akkor, hogy felvezettem a beszélgetést, apák napja volt a hétvégén, mit gondolnak, ünnepez, kell-e tartani, jó dolog-e az apák napja? Én ezekkel a napokkal mindig hadilábon vagyok, mert ugye mindennek van napja már, és így az ilyen anyák napja, apák napja típusú dolgokkal, én úgy gondolom, hogy ezt nem csak ilyen egy-egy nappal kell megünnepelni, hanem én úgy gondolom, hogy meg kell találni azokat az alkalmakat, amikor a család tudja ünnepelni saját magát. Tehát egy mesterségesen felépített apák napja helyett én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy legyen egy valóban egy olyan pillanat, amikor a családban mindenki érzi a saját helyét. Egyet értek Norbertnél nagyon. Akkor köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak, Rácz Norbertnek és Matekovics Hajnalkának.